Legalább 19 diák és két tanár meghalt egy iskolai lövöldözésben Texas egyik általános iskolájában. A feltételezett elkövető egy 18 éves fiú, aki a helyi gimnáziumba járt, osztályról osztályra járva, válogatás nélkül végzett az áldozataival. Az álmok futás alig több mint egy héttel azután történt, hogy egy fegyveres tüzet nyitott egy Buffaloi szupermarketben és megölt 10 embert. Aggódó szülők gyülekeztek a helyi kórház bejáratánál a Texas állambeli Juvaldi városában. Sokan ekkor még nem tudták, túlélte el gyermekük a tragédiát. Semmit nem mondanak, még annyit sem, hogy jól vannak-e. Még várunk, egyik szülő sem tud semmit, mondta egy édesapa. Gyászoló családok gyülekeztek az általános iskola bejáratánál, ahol nem sokkal korábban a borzalom történt. Egy golyóálló mellénybe öltözött, kézifegyverrel és sorozatlövő gépkarabéjjal felfegyverzett merénylő lépett be az épületbe, és válogatás nélkül lőni kezdett. Az intézményben másodikos, harmadikos és negyedikes diákok és tanáraik voltak. Az álmok futásnak éppen arra járó határőrök vetettek véget. Tűzpárba alakult ki a fegyveres és az egyenruhások között, akik végül agyonlőtték a merénylőt. Két határőr is megsérült, egyiküket a fején ért találat, mindkettejük állapotát sikerült stabilizálni. A helyi rendőrfőnök elmondta, minden jel arra mutat, hogy a támadó egyedül cselekedett, halálával a veszély elhárult. Később közölték a merénylő nevét és életkorát. Szálvador Ramos mindössze 18 éves volt. Sajtóhírek szerint korábban egy helyi gimnáziumba járt, ám kiközösítették, ezért egy ideje nem járt be órákra. Egy gyorsétteremben dolgozott. Közösségi oldalain már napok óta sorozat lövő gépkarabélyokról osztott meg képeket és a támadásra utaló kijelentéseket tett. A rendőrség vizsgálja azt az autót, amivel megközelítette az iskolát. Az amerikai CNN hírtelevíziónak három rendőrségi forrás is megerősítette. A támadás előtt a merénylő először saját nagyanyját lőtte meg. Fél árbócra eresztették az amerikai zászlót a washingtoni fehérházon. A kamerák elé állt, Joe Biden államfő és kijelentette, itt az ideje fellépni az amerikai fegyverlobbi ellen. Miért vagyunk hajlandóak ebben a vérfürdőben élni? Miért hagyjuk, hogy újra és újra megtörténjen ez? Hol az Istenben van a gerincünk, hol a bátorságunk, hogy kiálljunk a lobbistákkal szemben? Szegezte a kérdést önnön adminisztrációjához az Egyesült Államok elnöke. Ez volt a 212. tömeges lövöldözés, vagyis legalább négy áldozatot követelő álmokfutás idén az Egyesült Államokban. Egy héttel ezelőtt egy szintén 18 éves fegyveres egy báfállói szupermarketben nyitott tüzet és ölt meg 10 embert.